2023. január 1-én csatlakozott Horvátország a Schengeni térséghez. A történelmi jelentőségű esemény az Alavár megyében élő polgárok életére is hatással van. Az ellenőrzés nélküli átjárás a magyar és horvát kisebbség, valamint a környékbeli vállalkozások számára egyaránt kulcsfontosságú. Így emelték fel pontban éjfélkor a magyar delegáció tagjai a sorompóta letenye goricán határát kelőn. Ezzel szabaddá vált az átjárás a két ország között. A változtatástól a térségben a gazdaság, a sport, a tudomány, a kultúra és a turizmus terén is előrelépésre számítanak. Ha visszamegyünk egy picit a történelemben, Magyarország 1920 előtt, Lianon előtt egy nagyon egységes gazdasági Környezet volt, hiszen a trianon után, ahol mi úgy fogalmazunk, levágtuk a lábainkat és kezeinket, megszüntették az átjárást a különböző földrajzi térségek között. Ezek a földrajzi térségek egy gazdasági egységet jelentettek. A mostani határnyitások ezeket a sebeket segítik begyógyítani több mint 800 év közös történelme van a két nemzetnek, melynek fejlesztése mostantól egyszerűbbé válik. Pál Attila Zalavár megye közgyűlésének elnöke rámutatott, a nyitásnak köszönhetően a határon átívelő személyes és családi kapcsolatok tovább erősödnek. Mindig fontos egy ország számára, hogyha a szomszéd országai hamarabb megközelíthetőek, itt Zala megye is nagy mértékben üdvözli ezt a határnyitást. Ennek van egy lelki oka is, és gondolom ezt nem is kell magyaráznunk, és van egy gazdasági oka is így a megye közvetlen szomszédság alapú települések sokkal ö, gyorsabban tudnak egymással kapcsolatot teremteni, és a záruszállítás és a fuvarozás terén is azt gondolom szabadabbá vált a közlekedés. Aki Horvátországba indul, annak éveleje óta nem kell határ ellenőrzésre számítani, ám a Kuna helyett érdemes eurót váltania. Január 1-től ugyanis délnyugati szomszédunknál ez a hivatalos fizetőeszköz.